Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon, ami talán mindenkinek egy kicsit különleges, hiszen a Shoeshine és a Szólj be a papnak közös eseményén vagyunk ma este együtt. A budapesti Szólj be a papnak tekintetében azért is különleges, mert nem hétfőn este van és nem a Grundon, ráadásul utána pedig még talán egy hosszabb partira is sor kerülhet. Mai esténkről tehát annyit érdemes tudni, hogy két részből áll. Az első időszakban a Szólj be a papnak eseményen vagyunk most együtt, ez egy kicsit kötöttebb, majd utána egy Shoeshine party következik, aminek az a nem titkolt célja, hogy lehetőséget biztosítson azonos vagy hasonló érdeklődési körben lévőknek arra, hogy kapcsolatot teremtsenek egymással, illetve ismerkedjenek, és aztán közösségek alakulhassanak ki. Szólj be a papnak eseményéről pedig azt érdemes tudni, hogy lehetőségetek lesz egy kicsit átlépni a szószéken, hogy így fogalmazok, ezzel a képzavarral érjek, és meg lehet kérdezni lelkészeket, papokat egy-egy izgalmas kérdésről, emellett pedig a budapesti hagyományokhoz tartva magunkat van mindig egy nem felszentelt vendégünk is. És engedjétek meg, hogy be is mutassam a ma esti beszélgető partnereinket. Az asztalnál ülés sorrendjébe fogom mondani. Maklári Ákos görögkatolikus pap ül tőlem legtávolabb, aki amellett, hogy két lánygyermek büszke édesapja, emellett a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének az elnöke. Mellette ül Fabinyi Tamás evangélikus lelkipásztor, aki 2006 óta püspök az északi evangélikus tehát az Északi Evangélikus Egyház kerület püspöke és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke. Török László református lelkipásztor ül majdnem középen, vagy az egyik középső széken. Laci, akit így érdemes szólítani, a Budapesti Egyetemi Református Egyetemi Misszió lelkipásztora. Tapasztó Orsi az a vendégünk ma este, aki nem lelkipásztor, de mentálhigiénész szakember, és egyébként fizikus is. És nem akarok beleszólni, egyik alapítója, beszólni azt lehet, hogy akar, egyik alapítója. És végül itt ül mellettem Ányos atya, aki 11 éve pap, 6 éve pedig szerzetes, jelenleg Tihanyban szolgál, és a szolgálati területe leginkább a gyermekek és a családokhoz kapcsolódik, gyermekekhez, családokhoz kapcsolódik, és egy érdekes és fontos része az ő identitásának a horvát nemzetisége. Én pedig Zila Gábor vagyok, az est moderátora, kénytelenek lesztek engem elviselni, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. És néhány gondolatot engedjetek még meg kihasználva, hogy nálam a mikrofon a ma este kötött részének a menetéről. Egy-két kérdéssel elindulunk, ezt majd én fogom feltenni, illetve az egyik kérdés az internet országból érkezett. Az is elképzelhető, hogy az, aki feltette, az itt ül közöttünk, hiszen jegyet sorsoltunk ki az interneten kérdezők közül. Azután pedig átadom nektek a lehetőséget. Kérem, hogy aki kérdezni vagy hozzászólni szeretne, az lehetőleg próbálja meg ezt röviden összefoglalni, mert reménység szerint sokan mások is szeretnének kérdezni, és sokan mások is ki fogják várni azt, hogy ő elmondja a saját kérdését. A kérdést lehet feltenni egy-egy embernek személyesen, illetve lehet feltenni a kérdést mindenkinek. Várjátok meg, míg odaérkezik a mikrofon, már csak azért is, mert aki a mikrofont viszi, meg fogja kérdezni, hogy milyen sört szeretnétek kapni a kérdésért cserébe. Az asztalnál ülőknek pedig már mondtam, hogy ha ők szeretnének kérni sört, akkor bátran jelezzenek, ne csak nem kell kérdést feltenniük hozzá. Azt lehet, hogy azért érdemes lesz mármint válaszolni. A mai este címe úgy hangzott, hogy a hitedet megvetted-e már, és itt elsősorban nyilvánvalóan arra próbálunk koncentrálni, hogy mindenki észrevette, hogy múlik az idő, és újra közel van a karácsony.
Az üzletláncokat, ha járjuk, akkor már szeptember végén elkezdett közeledni a karácsony. Az egyik barátom augusztus 22-én küldött először fotót arról, hogy megjelentek a fagyálló folyadékok, ablakmosó folyadékok az egyik nagy kereskedelmi láncnál. Majd szeptember vége felé megkaptam az első karácsonyfadíszes fotót is. Nem tudom, biztos időben el kell kezdeni készülni, de hogy talán azt érezhetjük, hogy egy kicsit, mintha elcsúszott volna a hangsúly a karácsony kapcsán, de ezt majd ma este megpróbáljuk kideríteni, hogy ti hogy látjátok. Az én első kérdésem az az lenne mindenkihez, hogy nektek mit jelent a karácsony, és nektek micsoda a karácsony. És nem ér azzal leütni, hogy Jézus születésnapja, jó? Tehát, hogy ennél egy kicsit bővebben szeretném kérni a kifejtést. Ákos, kezdjünk nálad, hogy... Hálás vagyok a kezdésért, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Én görögkatolikus vagyok, keleti szertartású keresztény, ami talán egy kicsit erősebb ragaszkodás jelent a tradíciókhoz. Nálunk mindig november 15-én kezdődik el az advent, mi úgy hívjuk, hogy karácsony megelőző bűnbánati időszak. De még mi sem vagyunk elég frissek, ahogy mondtad Gábor, mert én is október végén, október közepén a Spárba mentem, és akkor a árufeltöltők vitatkoztak, hogy most mi van hamarabb, halottak napja vagy karácsony, hogy mit tegyünk hamarabb, ki a mécseseket vagy a karácsonyi díszeket, és akkor megbeszéltük, hogy mi van hamarabb. Tehát ez a hosszú készület nálunk olyan, mint a húsvétot megelőző nagybőjt, hogy kijön a 40 nap, ezért van ez a november 15-i kezdés, és örülök neki, hogy van időnk ráhangolódni, rágyúrni, rábőjtölni, mert ez bűnbánati időszak. Alapvetően azt gondolom, hogy az ünnep az mindig transzcendens gyökerű. Tehát az ember mióta ember, azt ünnepli, hogy kapcsolatba kerülök az Istennel. És nevezhetjük bármilyen ünnepnek, igazából az Ószövetség is erre tanít, és a kereszténység is, hogy az ünnep az alkalom arra, hogy odafigyelj Istenre. És ezért minden ünnep, karácsony kifejezetten, húsvét kifejezetten, pünkés kifejezetten, alkalom arra, hogy fölemeljük a fejünket, és a mindennapi robotból igenis oda tudjunk figyelni, és az Isten szeretetét az ember szeretetre lefordítsuk. Köszönöm szépen. Biztos nem kell mindig is sorba menni, de most akkor a mikrofont átvettem. Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlök mindenkit. Hát a karácsony, mint a nagy ünnepek általában nekem nagy üzem, hiszen akkor van a legtöbb szolgálatom, legtöbb munkám, nem mintha a többi időszakban nagyon unatkoznék, de ekkor valahogyan rendkívüli üzemmódra kell kapcsolni, és én azért szeretem a pörgést, és várom is ezt az időszakot. Nehéz persze attól elvonatkoztatni, hogy én egyszerre ige hirdető vagyok, és az ige, Isten szava hozzám is kell, hogy szóljon. Tehát egyszerre kell megszólaltatnom, és valahol magamnak is ezt mondani. Nem könnyű ezt, én is ugye családapa is vagyok, három gyerekünk van, és feleségemmel azért mindig igyekeztünk megteremteni a saját kis karácsonyunkat, de úgy, hogy sokszor már addigra, mire a fagyújtás úgymond sorra kerül, addigra túl vagyok 5-6-7-8 karácsony fagyújtás, mert istentisztelet öreg otthonban, hajléktalan szálón, kicsikkel, nagyokkal, tehát igazából nem könnyű megvalósítani a saját ünnepet, amikor már csúnya szóval futószalagon énekeltük, hogy csendes és szentséges, de azért ez, ettől szép a karácsony, hogy mindig megpróbálja az ember ezt megtartani. Egyetlen mondattal foglalnám össze, a kérdés arra is vonatkozik, hogy mit jelent karácsony. Azt kértétek, hogy ne nagyon szaknyelven, teológiai szaknyelven mondjam, hanem ért érthetően. Nem könnyű egy papnak érthetően beszélni, de megpróbálunk. Püspöknek pláne, igen. Ez egy viccet láttam, lehet, hogy ezt elsütöttem valahol egy karikatúrát egy újságban, pap áll a szószéken, és mondja, kedves híveim, ma elmarad a prédikáció, mert valami fontosat szeretnék mondani. Nos, ez nem lenne szerencsés, ha túlságosan igaz lenne. Nos, egyetlen mondattal összefoglalva, arcot kap az Isten. Az Isten, akit az Ótestamentumban nem szabad kiábrázolni, akinek a nevét sem szabad kimondani, az nem csak nevet, hanem
hanem arcot kap Jézus Krisztusban, egy kisgyerekben, Horribile Dictu, egy zsidó kisfiúban, akit 8 nap után körülmetélnek, ennyire térben és időben konkrétan születik meg az Isten, arcot kapott. Én két oldalról közelíteném meg ezt a kérdést. Az egyik onnan indul, amit arra kérte, hogy ne ezt mondjuk, hogy hát Jézus születésnap, de hogy elsősorban nekem ez a karácsony. És nyilván ennél olyan szempontból több, mint egy random születésnapi buli egy családban vagy egy baráti társaságban, hogy nem csak a születését ünnepeljük ennek a valakinek, hanem azt is ünnepeljük, hogy ő azért született meg, hogy én ünnepelhessek. És ne csak a karácsony, meg ne csak a húsvétot, hanem azt, hogy lehet életem, hogy lehet olyan megtisztított életem, ami már nem ugyanaz, mint volt, és hogy lehet majd örök életem. A másik aspektus ennek a kérdésnek pedig szerintem hát nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy akármennyire is ez egy keresztény tőről fakadó ünnep, de mégiscsak ez egy apropó ahhoz, hogy a család együtt legyen, hogy jókat együnk, és jókat ígyunk, és hát azért ez sem utolsó dolog. Úgyhogy számomra ez is nagyon fontos, hogy a karácsony az alkalom arra, hogy a család és a barátok egy ilyen különleges, megszentelt helyen és időben is tudjanak együtt lenni és együtt ünnepelni. Sziasztok! Hát egyetlen nőként és vallást nem túl intenzíven gyakorlóként megpróbálok nem arról beszélni, hogy a karácsony az egy őrület, mi takarítunk, mosunk, főzünk, mindenkinek legyen ajándék, tehát most akkor visszafogom magam, és nem erről a részéről fogok beszélni, mert van egy másik aspektusa is természetesen, és hát én a családomból hozom azt, hogy a karácsony az itt tényleg egy a nagybetűs ünnep, és hát akkor úgy elcsendesedünk, és akkor úgy minden lelassul, és én ezért szeretem nagyon a karácsonyt, mert akkor ténylegesen az talán az évnek az egyetlen olyan egy hete, vagy másfél hete, amikor így elkezdünk egy picit befelé figyelni, és amióta van gyerkőc a családunkban, vagyis nekem és a férjemnek van egy gyermeke, és kapunk kérdéseket, hogy mi a helyzet ezzel a Jézuskával, és hogy is született, mi az a születés, hogy azt hogy történt, és így jönnek az érdekesebbnél érdekesebb kérdések, és hát ott van az érdeklődés a gyerkőcben, és hát muszáj erről beszélni, és talán a vallási vonalhoz a gyerkőc az, aki így minket egy picit elkezd közelebb vinni, mert hát nyilván hall dolgokat, és neki el kell magyarázni, hogy mi a helyzet. Úgyhogy így, karácsonnyal így vagyunk. Sziasztok! Szerzetes pap vagyok, és talán innen indulnék. Számomra a karácsony túl a minden teológiáján és mindenfajta üzenetén gyakorlatilag egy emberséges ünnep, ami arra hív engem, hogy emberséges ember legyek, mert Isten ember akart lenni. És a mi rendalapítónk Benedek 1500 évvel ezelőtt írt egy könyvet, regulának, szabályzatnak hívják, amiben megjelöl kategóriákat, hogy kiben kellene fölismerni a köztünk lévő Istent, Krisztust. És azt mondja, hogy ismerjen fel a főnökben, az elöljáromban, nem mindig egyszerű, ismerjen fel a betegben, aki gondot okoz, de ott van és rá irányítja a figyelmet egyfajta rászorultságra, és ismerjen fel őt a vendégben, akinek a hátánál nincs szebb látvány, mikor távozik, ugye? De úgy tök jó, hogy jön, mert a legszebbet, a legtöbbet akarom adni neki, és kimozdít a hétköznapjaimnak a szürkeségéből. És azt gondolom, hogy ezeket a kategóriákat lehet tovább bővíteni, hogy ezeken a szinteken emberséges emberként legyek jelen, és ne csak akarjak valamit, hanem adjak is valamit, és ez meg nagyon isteni. Erre hív engem karácsony minden évben. Köszönöm szépen. Egy személyes kérdést. Ti elkezdtetek már azon gondolkozni, hogy kinek és mit kell, már lenne jó karácsonyra adni? November elején. Nálunk ez december 21-én szokták elkezdeni. A listázás általában nem jó, és így se tartom szerencsésnek.
betárasztam azt a Vörös Sándor idézetet, amit videón is elmondtam, és akkor most el tudom mondani a teljesség feléből, mondja Vörös Sándor, amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom, amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Na most ez lenne a jó, hogyha nem a földi hatalmaknak, akár feleségnek, gyereknek, vagy bárki ajándékozandónak akarnék csak adni, hanem az Istennek tudnám az ajándékot adni, és akkor azt mindenkinek adom. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem adok a földi halandóknak és hatalmasságoknak ajándékokat, de azért a napkeleti bölcsek példája, hogy ők ugye ajándékozás, karácsonyi ajándékozás ide vezethető vissza, hogy vitték az aranyat, tömjét és a milkát, ahogyan egyszer a gyerek mondta. De olyat is hallottam, hogy aranyat, mirhát és töményet vittek, ilyet is. Szóval ez a három, mindegy, így vagy úgy játsszuk a szavakkal, de vitték az ajándékot a kis Jézusnak, és ez lenne a karácsonyi ajándékozásnak a lényege. Tehát nem az embereknek adok ajándékot, hanem az Istennek szeretnék, és annak valamiféle kis lecsapódása, amit adok a földieknek is. Ennél sokkal konkrétabb volt a kérdés, Püspök úr. Én igyekszem konkrétan válaszolni. Vörös Sándor idézette jövök én is, hiányosságom váljék jóságá benned. Házasság szentségében ez a gyönyörű, hogy az én hiányosságom az ő jósága pótlásával kialakul a kerekség, tehát tudom azt, hogy a feleségem elő fog állni, és azt mondja, hogy Ákos, üljünk le és beszéljük meg. Én várom ezt a pillanatot, nem várom a pillanatot, de tudom, hogy el fog jönni, tehát még nem gondolkodtam, mert tudom, hogy van, aki gondolkodik velem, és értem, és helyettem. Én sok mindenről már tudok, meg a hozzám közel állóknak már megvan, hogy mit fogok adni, meg hogyan. Most van az az időszak, amikor újabb és újabb emberek ugranak be, hogy még neki is valamit ki kell találni. Jaj, még vele is fogok találkozni, neki is kell valamire gondolnom. Úgyhogy én most ebben a fázisban vagyok, hogy egyre több ember jut eszembe, hogy még ennek is kell. Jó, ezek azért ugye előbb-utóbb felpörgetik az embert, és Orsi már utalt is arra, hogy azért ez, különösen ha az ember valamilyen közösségért is felel, vagy valamilyen közösségben jelen van, és ilyen szempontból talán lehet, hogy mindegy, hogy ez egy szerzetesi közösség, vagy egy család. Nem szoktunk unatkozni, legalábbis mi a három gyerek mellett nem. Tehát, hogy takarítás rend legyen. Hányan jövünk karácsonykor, mi lesz most, úristen, ő is jön, neki úgy készültünk, hogy csak holnap után kell adni, tehát, hogy és még akkor csomagolni is kéne. Meg tudjuk még tartani ebben a pörgésben a karácsony lényegét szerintetek? Azon kívül, hogy a ránkható környezeti hatások egyáltalán nem arról beszélnek. Tehát, hogy most talán elindult egy-két ilyen érzelem hajhász reklám már a tévékben, hogy hát majd a közösség, meg a nem tudom, de ezt a közösséget lehetőleg a mi cégünktől vásárolt telekommunikációs eszközökkel élt meg. Tehát, hogy itt már azért látok benne némi difit. Meg tudjuk még találni ebben a pörgésben, ebben a hajtásban, hogy mi lenne a karácsony lényege? Vagy hogy egyáltalán miért adunk ajándékot? Honnan indul ez? Orsi már a lelassulás szavát használta, vagy legalábbis ami hasonló gondolatot. Én pontosan a pörgéssel szemben ezt szeretném hozni, hogy ne engedjünk a pörgés kísértésének, hanem próbáljunk lelassulni. És akkor talán eljutok oda, hogy nem én akarom megtartani a karácsonyt, hanem talán kicsi szójáték, de igaz, hogy a karácsony tart meg engem, hogy nem engedi, hogy elessek, vagy zuhanjak, hanem talpon tudok maradni, mert az ünnepnek ez az állandósága, ez a ciklikussága, ez a mindig visszatérő volta, ez tényleg nagyon szép, és ezt lehet várni, és ez megtartja az én életemet, meg a családomnak az életritmusát, meg a közösségnek az életét. Azért Krisztus születésének van egy óriási kontrasztja. A legnagyobb szegénységben születik meg, és hát az evangélium beszámol arról, hogy ennek ellenére luxuscikkeket kapott, aranyat, töményt és mirhát. Ezek a legdrágább cuccok voltak akkor. Tehát van egy óriási kontraszt. És ez szerintem annyira emberi, hogy az ember, a királyok, a bölcsek a legtöbbet, a legdrágábbat vitték neki ebbe a istálóba. Tehát mi is ilyenek vagyunk, szeretnénk nagyot adni, szeretnénk drágát adni, és ezzel nincsen semmi baj, mert a jószívű ember ilyen. De igenis tudatosan vissza kell vennünk, én azt hiszem. És ahogy öregszem, én is azt érzem, hogy
hogy a kevesebb több. És megpróbáljuk mi is nem olyan ajándékokkal letudni a karácsonyt, amit úgyis kidobok egy év múlva, vagy két év múlva, mert ugye erről szól a telefon, meg a kütyük, amikről beszéltél, és nagyon sok minden, hanem megpróbálni olyan ajándékot adni, ami megmarad. Semmi nem marad meg, csak a szeretet, de olyan ajándékokat, tárgyajándékokat adni, ami tényleg időtálló. És vissza kell tudatosan fogni magunkat, mert nagyon el tud kapni a gépszé, amiről te beszéltél, Gábor. Én édesanyámmal sokat beszélgettem már ezekről az ajándékozás témákról, és őnek is szeretett nyelve az ajándékozás, és minden egyes találkozásunkkor akar valamit adni. Tehát legalább, nem tudom, egy tusfürdőt vettem, és még nincs fölbontva, kisfiam, hadd adom már neked oda, vidd magad, de édesanyám, mindenem megvan. És így a karácsonyra való készületnél se tudtam soha lebeszélni arról, hogy nem kell sokat, nem kell extra dolgokat venni, de hogy arra jöttem rá, hogy nem is kell őt lebeszélni erről. Mert hogy őneki az ajándékozás egy szeretetnyelve, amiben kifejezi önmagát, de hogy emellett az ajándék mellett ő benne van egy csomó ima, meg a rágondolás, meg a számomra az ajándékban a leglényegesebb a csomagolása, mert azzal foglalkozott az adott illető, és nem biztos, hogy a legszebben sikerült, de be van csomagolva. És hogy miért ne lehetne a kettőt valahol párhuzamosan, hogy adunk valami szépet, lehet, hogy nagyot, de hogy emellé az a lelki lényeg is társul. Engem kifejezetten idegesít ez a pörgés, meg hogy túltoljuk szeptembertől kezdve a karácsonyt, úgyhogy én igyekszem ilyenkor már kerülni a plázákat, meg egyébként sem szoktam tévét nézni, de ilyenkor csak azért sem kapcsolom be. Azért jók a különböző ilyen streamer platformok, mert ott már nincs annyira reklám. Ami engem nagyon segít abban, hogy le tudjak lassulni, és igazán meg tudjam élni a karácsonyt, és ne idegesítsem fel magam ettől a pörgéstől, hogy Istennek hála olyan családban vagyok most benne, olyan a családom, hogy a minőségi időt nagyon nagyra értékeljük, és ezért az ünnepeket is megpróbáljuk inkább e köré szervezni, mint az ajándékvásárlásnak az idegeskedése és a vendéglátásnak a hajtépése köré szervezzük ezeket. Úgyhogy hogy igyekszünk úgy szervezni családilag is az ünnepeket, hogy inkább az együtt töltött időre fektessük a hangsúlyt, és ne az előkészületekre és az ajándékvásárlásra és csomagolásra. Muszáj hozzászólni. Annyira okosakat mondtak körülöttem, és mindent elmondtak. Én azon gondolkoztam közben, hogy igen, azt hittem szólni akarsz. Én azon gondolkoztam közben, hogy én amúgy elengedtem ezen a pörgésen való feszülést, mert hogy ez a beleengedtem. Minden évben ez van. Tehát, hogy 24-én az így, mintha így kihúznák az ár, vagy lekapcsolnának a rendszerről, ez minden évben ez történik, de 24-ig az egy őrület, és azért, mert vannak dolgok, amiket meg kell csinálni, és igen, ott van a tudatosság, tehát azt lehet behozni, az egyetlen mankó egy ilyen helyzetben, hogy tudatosan odafigyelek arra, hogy ebben ne hülyüljek be, vagy idegileg ne menjek rá, és 24-én csodálatos kis simult idegrendszerrel tudja körülni a karácsonyfának, de hogy nem vagyok hajlandó már ezen rágódni. Igen, ez nem egy kellemes időszak, főleg, hogyha ott a család, a gyerek, meg mindenkinek a saját keresztje, de a 24-e az éltet, amikor így lehúznak az áramkörről, és akkor ott van néhány nap, hogy nem csörög a telefon, tehát hogy olyankor úgy mindenki, mint hogyha úgy el lenne, és az annyira jó. Tetszett, amit Ányos atya mondott a regula kapcsán, mert ennek regulája kapcsán, hogy kiben lehet a Krisztus megtalálni. Próbálom felmondani a leckét a főnökben, a szegényben, vagy esen rászorulóban, és a vendégben. Na most ez a harmadik aspektus, a befogadás, a menekültnek, a rászorulónak, a vendégnek a befogadása 2022 adventjében, vagy egész 2022-ben
különösen és aktuális, ugye, ha a ukrajnai háború következtében országukat, hazájukat elhagyni kényszerülőkre gondolunk, akiket be kell fogadnunk. És pont szó szerint ezt használta néhány nappal ezelőtt pár száz méterre ide a Névai utcába lelkésznő, amikor megnyitottuk azt az épületkomplexumot, ahol a menekülteket befogadjuk a Névai utcában, Polga Márta lelkésznő. Pont ezt mondta, hogy a nagyon sok Krisztus van itt közöttünk most, és mutatott az Erdélyből, vagy a Kárpát-aljáról érkező romákra, meg nem romákra, meg ukránokra, meg magyarokra, meg mindenhonnan érkezőkre, mondván, hogy itt vannak a Krisztusok közöttünk. Tehát ez egy csodálatos karácsony, hogyha így születik meg Krisztus, egy nagy darab 120 kilós kárpátaljai ember személyében, vagy egy 6 éves kis kárpátaljai, vagy kijevi kislány személyében, aki hozza a macit magával, és az édesanyja húzza maga után a gurulós bőröndöt, mert ők Krisztust jelentik ott és akkor. És akkor nem egy romantikus izé-bizé a karácsony, egy ilyen zizegés és szalma és szaloncukor, hanem egy nagyon kemény realitás, ugyanúgy, ahogyan a betlehemi karácsony az istálóban idegben egy nagyon kemény realitást jelentett. Köszönöm szépen. Eljutottunk addig a pontig, hogy szeretnék kézerdőt látni magammal szemben, de ez magyarul lefordítva azt jelenti, hogy át is adhatom a kérdezés lehetőségét, ha van a közönség soréban. Itt elő van egy bátor jelentkezőnk. Az Orsinak az utolsó, vagy egyik utolsó mondatára csatlakoznék rá, hogy karácsonykor nem csörög a telefon, és hogy szerintem tök jó volna, hogyha az évben több ilyen pillanat lenne, hogy nem csörög a telefon, és nem ugyanaz a taposó malom van, és ilyet hogy lehet szerezni valahogy az év során több ilyen karácsony jellegű, befelefordulós családi körben levő, hát ha nem is ilyen ünnepet, de hogy ilyen család ünnepét. Én a vasárnapot, mint az úrnapját szívesen ajánlom erre a célra. Lehet-e köré szervezni az életet? Nem mindenkinek. Nekem édesanyám ápolónő, neki például elég nehéz a vasárnapot vasárnapként megtartani, ha egyszer be van osztva. Vannak még ilyen szakmák. De igazából szerintem azért a 21. században itt Európa közepén nem annyira bonyolult a hétnek valamelyik részét úgy időzíteni, hogy legyen időnk egymásra, és legyen időnk az Istenre. És bár sokszor úgy tűnhet, hogy az, hogy elmegyünk templomba, vagy elmegyünk egy gyülekezeti alkalomra, az inkább a családtól veszi el az időt, de hogy az tök jól megalapozza a családi időt, hogyha egy gyülekezeti alkalom köré van szervezve ez az egész, és tényleg a vasárnap az egy jó kiindulási pont tud lenni. De ha nem megy minden vasárnap, szerintem, hogyha hazamegyünk közös szülinapra. Az én családomban ez így alakult, hogy a testvéreimnek meg szüleimnek a születésnapját együtt üljük meg, akkor az autóba felejtem a telefont, és nem fog csörögni. Tehát, hogy az nekik szentelt idő, az egy karácsony. De hogyha már nagyon bencés vagyok, és a Benedek életét előhozzuk. Benedek atyánk, amikor remetésségben volt, fogalma se volt arról, hogy mikor van húsvét, mikor van karácsony. Aztán valakinek, egy papnak megjelenik az úrnak egy képviselője, hogy míg te itt dőzsölsz, addig az Isten embere éhezik. És oda megy, és tudtad, hogy karácsony van? Igen, tudom, mert itt vagy. Meg hogyha nincs szülinap, akkor csak simán be lehet vállalni, hogy nem veszem fel a telefont, és ezzel bevállalni azt, hogy hát akkor most lehet, hogy ezért valaki nem fog szeretni. De hogy ez a határhúzás, amit annyiszor hallunk, hogy meghúzhatjuk a határainkat, azért, mert hogyha hát miért húzom meg a határaimat? Én azt szoktam mondani, hogy azért, hogy tudjak jó ember maradni. Mert hogyha én elfogyok, és elfogy belőlem a jóság, ami ugye a türelem, meg az a rengeteg jóság, ami úgy belém szorult, hát akkor az azért van, mert nincs energiám, és elviszi az energiámat az élet. Szóval, hogy ez az önzőség, ez a határhúzás, és igen, lehet, hogy valakinek nem fog tetszeni, de én ettől tudok jó ember maradni.
Ákos atya mondta, hogy a karácsony előtti időszak is bőti időszak, tehát a bőt valamiről való lemondás. Adott esetben meg lehet próbálni lemondani az internetről, telefonról, autóról, autóbőjt, az jó mindenkinek, környezetnek is, nekem is mozgás van, tehát meg lehet próbálni. Én Lacihoz szeretnék csatlakozni. Móri Zsigmondnál van egy pásztor fiúcska, aki azt mondja, hogy azért élünk, hogy vasárnap tiszta inge, tiszta gatyát vegyünk, és elmenjünk Isten házába. Tiszta inget és tiszta gatyát, ugye ez is fontos. Tehát, hogy adunk nem csak a belső, hanem a külső tisztaságra értékre. Tehát én is nagyon arra buzdítok mindenkit, hogy a vasárnap legyen az, amiért kaptuk. És ez önérdekünk, amiről kérdeztél. Én is nagyon vasárnap párti vagyok, és ha már idézgetünk, akkor Pirinszky János írja, hogy az ünnep és a vasárnap azért van, hogy pihenjünk, hogy hálát adjunk és megszentelődjünk. Ebbe belefér egy telefon is, akivel régen beszéltem. Persze, sok minden belefér, de alapvetően tudni kell, hogy szabad vagy. Az történik a te időddel, amit te akarsz. És hogyha te akarsz egy vasárnapot, ahol pihensz, hálát adsz és megszentelődsz, és megszenteled a környezetedet, akkor az lesz. Csak az a jó, hogy van igény erre, de ne álljunk meg az igény megfogalmazásánál, hanem tegyük a vasárnapot azzá, ami. És hogyha már a vasárnap az, ami, akkor a hetünk is más lesz. És várni fogjuk a vasárnapot, és nem arról szól, hogy kettőig ágyban vagyok, és utána megnézek három filmet a Netflixen, és elment a vasárnap. Tehát töltsük meg értékkel, mert ez erről szól az élet. És hogyha nem tesszük, akkor úgy fogjuk bánni később, hogy elfecséreltük az időt, és ha megy a vasárnap, akkor menni fog az ünnep is. Biztos vagyok benne. Köszönjük, Kövi. Itt elől. Mikrofonos kollégák. Itt elől van egy kérdezőnk. Szép jó estét. Én azt szeretném megkérdezni, hogy számomra a karácsonynak egyre inkább van egy másik aspektusa, ami egyébként benne van az ünnepben, de ritkán doborítjuk ki, mert szerintem sokan félnek tőle, hogy a végidő is megjelenik benne, és a végidőre való várakozás, mert számomra nagyon idealizáljuk, és nagyon gyönyörű történet tényleg a Betlehem, és ahogy Szent Ferenc elterjesztette az európai kultúrában, de hogy azért ez mégis abszolút nem volt idilli, és hogy számomra a karácsonyban inkább elővételezzük a menny meghittségét, örömét, boldogságát, hogy önöknek, nektek mennyire van meg ez a fajta menny elővételező arca, és mennyire lehetne erről beszélni, mert szerintem ez felszabadító lenne, hogy ne féljünk a végidőtől, hanem ezt a boldog karácsonyt lássuk meg benne. Végidő. Az advent első fele csak erről szól, a római liturgia szerint mindenképpen, ami egy hármas találkozásra, három irányra vetíti rá a figyelmet. Egyre a már eljött, a majd eljön, és a ma találkozása. De ha a végidőre igazán ráirányítom én magam a figyelmet, akkor gyakorlatilag a mában találom magam. Mert a tegnap nincs már a kezemben. A holnap lehet, hogy nem lesz. Nagymamám szokta mondani, hogy nekünk öregeknek meg kell halnunk, de ti fiatalok is legyetek készen, mert nem lehet tudni. És ő nem rettegett ettől. És hogy itt a mában van benne a végidő, a végidő pedig egy ilyen szeretet vizsga, ami nem csak parola, hanem tényleg konkrét tettek, konkrét ölelések, és karácsonynak a fényeiben, ahogy nekem szokásom volt, amikor még így falusi pap voltam, hogy a Szentmise az sötétben, gyertyafényben kezdődött el, hogy fölvillanik. Tehát a végidő az a mában villanik fel, és tök jó, hogyha karácsonyba ezt be akarnánk tenni, de hogyha csak ott van, ha csak karácsonykor szeretünk, ha csak karácsonykor van, és másnap nincs. Nagyon szépen köszönöm, Katarina, az ötletet, a gondolatot. Teljesen igazad van, az advent az Krisztus várás, Krisztus eljövetelének várása, és tudjuk, hogy el fog jönni. Nem tudjuk sem a napot, sem az órát, sem a percet, de alapvetően
az adventi lelkület az egész keresztény élet, hiszen Krisztus második eljövetelét várjuk, mert az el fog jönni. És erre viszonylag keveset beszélünk, teljesen igazad van, és ezért örülök annak, hogy ez most előjött. A mi hibánk, a mi bűnünk, meg Hollywoodé, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez a világ csak pusztulással lehet vége. Hogy csak lefagy, vagy jön egy aszteroida, vagy cunami, és minden katasztrófa film ugye erről szól, hogy a világ vége az egy tragédia lesz, ahol páran, akik fölférnek arra az űrhajóra, megmenekülnek. Ez egy becsapás, ez egy félelemkeltés, ez bűn. Krisztus nem arról beszélt, hogy meg fog semmisülni a világ, amikor ő eljön, igaz? Javítsatok ki, én így olvastam a Szentírásban, hanem helyreállítja a világ teremtési rendjét. Tehát ezt várnunk kell Krisztus második eljövetét, nem félni tőle. Hát ez egy óriási becsapás. Én azt gondolom, hogy ez valakinek nagyon megéri, és itt a főgonoszra gondolok, hogy félelemmel tekintsünk a jövőbe, és ne reménykedve. Hát Krisztust várjuk. Az ő eljövetelét várjuk. Aki úgy él, és erről szól az evangélium, hogy élj úgy, hogy ne kelljen félned akkor, amikor ő eljön. Tehát az adventi lelkület, amire te céloztál, az a keresztény lelkület, Krisztus várás lelkülete. De ne engedjük már magunkat félelemberrel helyezni, hanem remény, hitünk van, reménykedve várjuk, és készüljünk erre a találkozásra. Köszönöm még egyszer. Jól mondott, testvérem. Új jeget és új földet teremtek, ugye ezt mondja a Szentírás. És Bot Péter, ez a talán 18. századi polihisztor mondta ezt a sokat idézett mondatot, hogy Krisztusnak négy eljövetele, négy adventusa vagyon. Az első, amikor megszületik testben, a második, amikor megszületik az ember szívében, a harmadik, amikor eljön halálunk óráján, a negyedik, amikor eljön a világ végén, az utolsó ítéletben. És mi tényleg a testben való születésre emlékezünk karácsonykor, a megszületik a szívünkben, az jó esetben megtörténik, ha tényleg átéljük a csodát. A halálunk órája még előttünk van, de fel kell rá készülni, és a világ vége, az utolsó ítélet, az pedig szintén előttünk van, és erre szintén fel kell készülni. A négy adventi gyertya talán erre is emlékeztethet, négy adventusra, Jézus négy eljövetelére. Ha nincs több reakció, akkor kérdést szeretnék kérni. Itt az oszlop mögött van egy kérdezőnk. Katalin nem kapott italt, csak jelzem. Ja, van, jó. De kapott. Itt rajta van a szemünk mindenre, igyekszünk itt gondoskodni mindenkinek a jólétéről, ha már mi is kaptunk itt. Jó estét, sziasztok! Nekem az a kérdésem van, hogyha ma nem a Szólj be a papnak rendezvény lenne, hanem Szólj be Istennek, akkor... bennetek mostanában mi az a kérdés, amit feltennétek Istennek, hogyha feltehetnétek? Nem, még... Én Jobbot idézném az Ószövetségből, aki beszólt Istennek, amikor látta az emberi szenvedést, hogy miért van ez a szenvedés, adott esetben a saját szenvedése, gyerekei halála, katasztrófák, amik vannak, azért ezeket jól lenne tisztázni az Istennel. Eszterházi Péter a Hasnyál Mirigy naplóban nagyon megrendítően ír erről, hogy ez a te projekted, Isten, valahogy nem nagyon jött be, és beszélgessünk már erről, és a halálos ágyán perlekedik, vívódik az Istennel, de olyan módon, hogy valahol hiteles az egész, és azt hiszem, hogy szabad így az Istennel perlekedni, és szabad neki beszólni. Én az embertelenség megengedését kérném rajta számon, illetve kérem is. Tehát ami így van a környezetünkben, a világban, valahol távol, de nem is annyira távol, hanem közel is. És ez alól sajnos mi egyház se vagyunk kivétel. Egyházon kívül, egyházon belül miért van, miért kap teret, miért kaphat teret az embertelenség? Hát én ennél nagyon nyúl vagyok, én nem mernék ilyet számon kérni, vagy biztos te se így gondoltad, Ányos, de tehát nem tudom, egyszerűen megpróbálnék lobbizni, hogy hagyja már egy kicsit a szabad akaratunkat és a nagy szabadságunkat, mert nem tudunk vele élni, és ezért van háború. És kicsit lépjen már bele ebbe a rendszerbe, ne legyünk ennyire szabadok, mert nem tudunk vele élni, és valamit tegyen, hogy ne legyen háború. Azt hiszem, ez a legaktuálisabb, az, amit nekem vele most meg kéne beszélni.
nekem is nyilván nagy kérdése mindenkinek, hogy hát miért van rossz? Miért nem lehet csak úgy élni, hogy legyen minden jó? Ez időnként így bennünk van, főleg akkor, amikor találkozunk valami egészen rosszal. Nekem most ez jutott eszembe, hogy én azért félnék egy ilyen kérdést feltenni így szemtől szembe, mert azért egy picit azért lehet sejteni, hogy hát ennek az emberi gyarlóság az oka, és nem az Isten rontotta el ott a teremtésnél, hanem az ember. És bármi ilyen számon kérő kérdés nagyon könnyen utána visszacsapna rám, hogy na de én ebben hol vagyok, meg hol voltam, és hol leszek. De én engedném, hogy visszacsapjon rám, mert ezzel a jó Istennel szóba lehet állni, és megengedi, hogy perlekedjünk vele, és megengedi, hogy neki menjünk, és erre válaszolni fog, és vezet arra, hogy eljussak odáig, hogy én magam belássam, hogy nem ő a hibás, de hogy ezt a folyamatot én nem tudom megspórolni. Jézus, akinek a születését karácsonykor ünnepeljük, nagypénteken úgy perlekedett az Istennel, hogy ezt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el? Ez egy blaszfémikus kérdés, de mégis valahol hiteles, és az Isten megengedi neki ezt. Mint ahogy a Jézusnak a másik szava a kereszten egyébként az volt, hogy atyám, kezedbe teszem lelkemet, a lázadás után ez a megnyugvás tulajdonképpen. Itt is jó, ha tudjuk, hogy ez a zsidó kisfiúknak az esti imádsága volt. Jézus így halt meg, mint ha ma valaki azt mondaná halála órájában, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd itt vagy, atyám, amíg alszom, vigyázz reám. De ahhoz, hogy eljusson ide, előtte ki kellett mondani azt, hogy miért hagytál el. Kövi. Egészen hátul látok egy kezet. Köszönöm. Én azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mennyire jelent számotokra kihívást az, hogy elkerüljétek karácsonyra az esetleges kliséket. Mennyire kihívás az, hogy minden egyes karácsonykor, amikor megfogalmaztak akár saját magatok, akár a gyülekezetetek számára gondolatokat, akkor a gyülekezet ne úgy jöjjön ki a templomból, hogy na hát hallottuk a szokásosat, hanem tényleg minden évben az tényleg építő jellegű, konstruktív gondolatok legyenek, akár saját magatok számára, akár gyülekezet számára. Csak azért kezdem el, mert más nem emeli a mikrofont, rövid leszek. Hallottuk a szokásosat, mondod, Kende, és egészségedre. Ismert a vicc talán, hogy hazajön az asszony a templomból, és kérdezi otthon a férje, hogy miről beszélt a pap. Azt mondja, a bűnről. És mit mondott róla? Hát ellenezte. Szóval sokszor így van, hogy a szokásos. Na most jó lenne, hogyha nem így tekintenénk karácsonyra, hogy hát az Isten fia megszületett, hanem ez valahogyan revelációként hatna, és én ezért érzem a kontextus fontosnak. Tehát az, hogy most 2022-ben más a karácsonyunk, mint 2021-ben volt. Mert van egy háború, mert vannak menekültek, de más volt 2020-ban is, mert jött a Covid, de ugyanígy más volt, és sorolhatnánk az előző éveket, és az én élethelyzetem is változik. Egyszer, nem tudom, én még egyedül élek, akkor utána van a feleségem, aztán vannak gyerekeim, tehát minden karácsonyom más, de az üzenet mégiscsak állandó. És ebben a változó korban tudom a változatlan üzenetet megérteni. A karácsony üzenete az nem írható felül, vagy hát az maradandó, van valami állandó, de engem nagyon-nagyon segít például az is, hogy túl, hogy háborúkon, meg hogy mi zajlik Európában, meg milyen pandémia volt, vagy van éppen, ebben az adventi időszakban mondjuk a kis vízparti faluban, Tihanyban meglátogassak egy-két családot, és beszélgessek velük, hogy nektek mi nyomja a szíveteket, vagy mi nehéz, és hogy ebbe a helyzetbe akar beletestesülni az Úr ebben az évben, és innentől kezdve így élőbb lesz, meg megszólítóbb a karácsonynak az üzenete. Hogy sikerül-e, azt nem tudom. Szerintem kicsit ennek is ott van a kulcsa, ahol
a szeretlek szónak egy pár kapcsolatban, hogy amíg az tud őszinte lenni, addig az nem lesz unalmas, és pozitív lesz, és nem pedig fájó. És hogyha a prédikátor tudja igen, őszintén, és magán átfolyatva adni a karácsonynak az üzenetét, akkor mindig fog tudni benne új dolgokat találni, és mindig meg tudja fogni egy olyan oldalról, hogy az nem ugyanaz lesz, mint tavaly a prédikáció. Következőt szeretném kérni. Teló? Hát én azt szeretném kérdezni, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy talán az emberiség nem elég érett erre a nagyfokú szabadságra, hogy elérheti-e majd azt, hogy kellően, hogy tudjon élni ezzel a szabadsággal, hogy érett lesz erre valamikor magától, vagy úgy, hogy Krisztusban, vagy Krisztus eljövetelével lesz érett erre. Kicsit megszólítva érzem magam, mert én beszéltem erről. Ez egy iskola. Hiszek abban, hogy az a elvallás, talanodás, a Jóistennek a kikerülés az európai vagy az északi félteke kereszténységéből, az egy iskola, amiből nekünk tanulni kell, és újra föl kell magunkat építeni a Szentlélekkel. Tehát ez azon áll vagy bukik, hogy te, én, mi mennyire vagyunk hiteles keresztények, mennyire élünk vonzó keresztény életet, mennyire látják rajtunk azt, hogy ez egy megbízható ember, titoktartó, nem tiporja el a karrier vágyában a másikat, nem ragozom tovább. Tehát mennyire vagyok hiteles jó ember. Ha az vagyok, az vagy, akkor fölfigyelnek rád, akkor kiderül, hogy keresztény vagy, akkor mersz róla beszélni, merjünk Istenről beszélni, szerintem ez a következő lépcső. Ne legyen tabu téma, annyira visszafogottak vagyunk itt Magyarországon is, a közéletben, a baráti társaságban, a munkahelyen. Nem érvelünk mi keresztények Jézussal, nem hozzuk elő, nem merünk róla beszélni. Ha mi merünk róla beszélni, és hitelesek vagyunk, akkor jó úton vagyunk. Tehát én szerintem ez egy fejlődés, és nagyon sok ember rajtunk keresztül jut el Jézushoz. Ezt tudatosítani kell. Ha én meghalok, meg fogom tudni, hogy kiket tudtam oda segíteni, közelebb kerülni, hitében mélyülni, stb. Ez egy óriási megtiszteltetés és felelősség mindannyiunk számára, nem csak papoknak, lelkészeknek, hanem minden megkereszteltnek. Tehát legyünk jó emberek és hiteles keresztények, és akkor megtettük azt, amit nekünk meg kell tenni, összekapaszkodva meg még többet elérhetünk, azt hiszem. Visszakérdezhetek, nem Sörér, hogy mi... Jó, Sörér, arra gyúrok, hogy miért félnek a keresztények erről beszélni? Miért félünk? Mert nem PC. Nem, tehát mert van egy idézőjelbe, tessék jól érteni, keresztény ellenes hangulat, aki keresztény, az konzervatív, az maradi, az ciki. Én így látom, de én nem érzek, nem élek úgy a közéletben, mint ti, akik dolgoztok, és nem egyházi közegben éltek, de így feleségemen keresztül, a környezetemen keresztül én ezt érzem, hogy egy kicsit parkolópályára vagyunk téve, hogy ezek a aranyosak, jó fiúk, de nem kell őket olyan komolyan venni. Én nem harcos kereszténységre buzdítok senki természetesen, de az, hogy merjünk jobban kiállni, és merjük igazán fölvállalni azt, hogy én Krisztus követője vagyok, és számomra ez fontos, ez nagyon hiányzik a magyar társadalomból is. És szerintem erre szükség van. Nekünk is, mert egyre pipogyábbak vagyunk. Bocsánat, senkit nem akartam megbántani. Ha nincs több reakció, akkor a következő kérdezőt szeretném itt egy úr fehér pulóverben tőlem balra. Sziasztok! Szerintetek, hogyha a karácsony jövőben nem lenne munkaszüneti nap, akkor változna jó irányba a megítélése, vagy a lelkület?
van erre bizonyos tapasztalatunk, hiszen volt időszak, amikor a karácsony másodnapja az 50-es években nem volt munkaszüneti nap, és nagypéntek sem volt egyébként munkaszüneti nap, és csak halkan mondom, hogy nem biztos, hogy nagyon jót tett az egyházaknak, azaz egyébként teljesen jó szándékú parlamenti döntés, hogy munkaszüneti nappá tette a nagypénteket. De ettől kezdve tulajdonképpen egy wellness hétvégét sikerült kínálnunk a magyar társadalomnak, hogy csütörtök délutántól hétfő estig húsvétkor egy hosszú-hosszú hétvégét tudnak wellnessben tartani. Az evangélikusoknál például a reformáció ünnepének elég nagy hagyománya van, reformációknál is persze, október 31-e, ez nem munkaszüneti nap, de nagyon sokan ilyenkor nem mennek dolgozni, hanem elmennek Isten tiszteletre, és hitvalló módon azt mondják, hogy az ő számukra ez egy jeles ünnep. Hát nem mindig tesz jót a külső munkaszünet az ünnep tartalmi megélésének. Szerintem az őskereszténység életében sem volt munkaszünet karácsony napja, és mégis visszaemlékeztek Jézus születésére. Püspök úr megadta a választ. Itt elő szeretnék egy mikrofont kérni az újságíró kollégának. Amit Tamás Püspök iszik, én is azt hiszem, hirtelen elfejtettem a nevét. Tehát a New England IPA-t köszönöm. Szeretem, majd Püspöknek ilyen tekintélye van, hogy még a sörben is követik. Nagyon örülök, hogy nem Dreyer 24-et iszol, mert akkor azért csorbult volna a tekintély, de köszönöm szépen. Kőbányai, az se semmi. Kőbányai, azt fogáltam lelkészként. Hát igen, egyébként, igen, majd erről később Benkóczi kollégáról. De én azt szeretném megkérdezni, mert sok mindenről beszélünk itt, és én próbáltam olyan aspektus keresni, ami a szószégen szolgálókra is igaz, és Orsira is igaz. És én arra vagyok kíváncsi, hogy volt-e olyan, amikor már lelkészek, papok voltatok, és meginogott a hitetek, de úgy igazán, tehát vagy ez egy ilyen konstans állandó dolog, az ember hitre jut, és akkor onnantól kezdve hisz Istenben, szól a szószékről, közvetíti az igét. Orsinak a kérdést úgy tenném fel, hogy volt-e olyan, vagy amikor megfordult a fejébe, hogy meg is történt, hogy olyan szakemberhez fordult, mint amilyen te magad vagy. Mert nem akarok beleszólni, de én azt úgy fordítottam le, hogy ez tulajdonképpen azért a képmutatásról szól, mert nem akarok beleszólni, de és aztán beleszólok. Tehát ez csodálatosan mutatja, és erre azért van a farizeusságnak, ugye ezt hoznám párhuzamként, hogy baromi okosak tudunk lenni mással, amit magunkra nem tartunk érvényesnek. És én erre a képre vagyok kíváncsi, hogy lelkész, szerzetes pap, akire mi úgy nézünk a templom padsorból, talán automatikusan, hogy hát neki nem inoghat meg a hite, hiszen ő a mi lelki vezetőnk, hogy van-e olyan, amikor kétségek merülnek fel, akár csak egy másodpercre, vagy egy rossz bevillanás, és ebből hogy lehet kijönni? Mi történik? Hú, elgondolkodtak, akkor válaszolok én. Ez két soros kérdés volt. Szóval, hogy jártam-e már segítő szakembernél ez a kérdés, hogyha jól érte? Persze, hát nekünk kötelező. Tehát, hogy segítő szakembernek kötelező az önismereti munka. Mert jól segíteni csak akkor tudunk, hogyha rajtunk már segítettek. És hát most természetesen nem akarok általánosítani, nincs szüksége mindenkinek segítő szakemberre, de hogy vannak elakadások az ember életében, és jól segíteni csak akkor tud, hogyha azokat az elakadásokat nem projektálja a kliensére. És ez csak akkor lehet, hogyha ezek oldva vannak. Úgyhogy én évekig jártam a pszichológushoz ezért, illetve a mentálhigiénés képzésen végig kötelező volt a pszichodráma, amit én aztán most folytatok a képzés után, mert egy zseniális módszernek tartom, és
És hát ez egy jó kis út, és sajnos sosincs vége, tehát ennek az önismeret nevű sztorinak mindig jön olyan újabb és újabb életesemény, különböző, nem is tudom, súlyosságú tragédiák, vagy nehézségek, és itt a legnehezebbtől egy kis könnyed, kis nehézségre is lehet gondolni, ami pont egy olyan gombot nyom be, amire addig nem gondoltam, hogy egyáltalán nekem van egy olyan gombom. De az a történés az, ami kihozza. És hát ezért mondják azt, hogy az önismeret az egy élethosszig tartó folyamat, mert mindig jöhet olyan külső behatás, amit ugye egyre jobban tudok kezelni, de mindig jöhet elő olyan reakció, amire nem számítottam. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy egy jó segítő szakember az jár segítőhöz. Na, adtam elég időt, gondok? Nálunk ilyen segítőhöz járni nem kötelező. Ezt csak így itt hagyom. Nekem még nem sikerült Istenben csalódnom, vagy meginognom. Nagyon sok másban már igen. És azt gondolom, hogy ez valahol teljesen természetes folyamat, hogy abban, amit csinálok, abban, amivel így belepörgetem az életemet, abban így az ember elfárad, elgondolkozik, hogy biztos ezt akarom én csinálni, biztos, hogy ezekkel az emberekkel akarok én foglalkozni, stb. Stb. Ettől szerintem nem kell megijedni. És szerintem nagyon fontos, hogy erre tanítsuk is a saját közösségeinket, hogy mi ugyanolyan életet élünk, mint ők. Más a szakmánk, meg máshogy dolgozunk, meg máshogy működünk, de hogy nekünk is lehet nehéz, meg nekünk is lehet olyan időszak, amikor tök nehéz prédikálni, mondjuk. És szerintem itt is a hitelesség a kulcs, hogy nem szabad eltitkolnom azt, hogy éppen nem vagyok tökéletesen jól, amikor a szószékre kell állnom. Ilyen fel kell állnom, ha épp nincs más, aki helyettesítsen, de szabad a saját mélységeimről is beszélni, mert ezzel is csak a hitelességét építem annak a prédikációnak is, meg a későbbieknek is, hogy én valóban nem csak beszélek, hogy jó, az emberek élnek meg mélységeket, hanem lehet tudni rólam például, hogy igen, én is éltem meg hasonló mélységeket, és úgy beszélek róla, és úgy mutatok mondjuk egy nehézségben valakinek az evangéliumra, hogy én is voltam hasonló helyzetben, úgyhogy én ezeket a mélységeket semmiképp sem titkolnám el a saját közösségem elől. Nem csak a sör miatt utaltam, nem csak a sör miatt utaltam Kőbányára, nem utáltam a sört sose. Szóval nem csak a sör miatt utaltam a kőbányai szolgálatomra, hanem volt egy olyan tapasztalatom, ami annak nyomán, amit most mondtál, jutott eszembe, hogy nagyon vártam már a prédikáció végét, a saját prédikációmnak a végét. Szenvedtem tőle, éreztem, hogy nem hiteles, nem voltam abban a helyzetben, hogy azt úgy tudtam volna elmondani, hogy meggyőztem volna az embereket. Alig vártam, hogy kikeszveregjek már ebből, és végre amen tudjak mondani. És a végén, aztán csak amen mondtam, a kiáratnál mindig kezet fogunk a hívekkel, és az egyik drága asszony, Piroska néni, aki mindig nagyon megdísért, hogy köszönöm, nagyon jó volt Tamáska, nagyon szépen összeszedte, amit gondolt. Most azt mondta nekem abban az időben, hogy Tamáskám, tudom, hogy néha nagyon nehéz. És egy ilyen mondat sokkal többet jelentett, mintha azt mondta volna, hogy gyönyörű volt a prédikáció. Tehát ha lelkészként azt éljük át, hogy a hívek rezonálnak arra, amit mi mondunk, akár a küzdelmünkre, viaskodásunkra, és talán így hiteles a szolgálatunk. De a kérdésnek még arra a felére utalnék, hogy úgy fordítom le magamban, hogy a hívő embernek adódik-e kísértése a hitetlenségre, de megfordítva is, a hitetlen embernek van-e kísértése a hitre? És ezt az utóbbit is fontosnak érzem. Tehát ha valaki ide úgy jött, hogy én nem hívő vagyok, egy konok nem hívő, engedjen a kísértésnek, hogy szembesüljön azzal a kérdéssel, hogy az Isten valamit akar neki mondani, és ennek mi lehet az üzenete. Mind a kettő valóságos. A közelmúltban, Tihanyban, az egyik szentmisén beült az első padba egy úriember, aki keresztbe tette a kezeit, meg keresztbe tette a lábait, és úgy ez a na mondjad, atya stílusban ült ott, volt ott jelen, és én ezt észrevettem a prédikáció közben.
és elkezdtem vele harcolni. Meg akartam győzni. Valahogy elveszítettem a fonalát a prédikációmnak, de úgy elkezdtem vele harcolni, és veszítettem. Mert nem azért kell ott lennem, hogy harcoljak, mármint másokat legyőzzek, hanem hogy valamit nyújtsak. De a kérdés valójában, itt megrendülte a hitem kérdés. Az Istenbe vetett hitem nem, úgy gondolom, hogy megrendülni nem rendült meg. Ami úgy föl szokott vetődni bennem, hogy Uram, ezt most miért? És miért engeded meg, vagy miért produkálja ezt az élet? És ami ebből még nehéz, vagy nagyon nehéz, hogy én valahogy úgy vagyok összerakva, hogy az emberek fájdalmait is sokkal, de sokkal közelebb engedem önmagamhoz, mint az kellene talán. És ebből voltak, vannak nehézségeim, van kihívás, és itt most, amikor így elhangzott a kérdés, bevillant, hogy pont Ferenc pápa itt egy hónappal ezelőtt fogadta a Rómában tanuló papnövendékeket, meg papokat, akik doktorálnak ott kint, és mondta nekik, hogy hát figyeljetek, lelki kísérőre, lelki vezetőre, inkább kísérőre, hát, tehát nem kötelező, hogy legyen. De most gondolj bele, hogyha nincs, begombásodsz. És a gomba elzár, és még tud büdös is lenni. Nem tudom, emlékeztek-e pár, pont ne szégyellem, nem tudom hány éve, 3-4 éve adták ki Szent Kalkuttai Teréz anyának a naplóját, írásait, és kicsit szenzáció volt, és föl is fújták, hogy abban nagyon őszintén leírta, hogy életének voltak, szeretes életének voltak periódusai, amikor nem érezte Isten jelenlétét. De szerzetesnek, egy Isten által meghívott embernek azt hiszem ez a legnagyobb tragédia, és valószínűleg erre utalt a kérdés. És voltak több ilyen periódus is volt az élete, volt egy különösen hosszú, amikor nem érezte az Isten jelenlétét. Tehát ez olyan, mint mikor nem ugyanaz, de mikor nem érzed a házastársa szeretetét. Akkor minek, ugye? És számomra, és azt hiszem sokunk számára azért volt megerősítő ez a napló, mert pontosan arról írt, hogy ennek ellenére csinálta tovább azt, amit csinálnia kellett. Tehát járta a Kalkuttát, és ellátta a dolgát, amire ráadta az életét. És nekünk szerintem ez egy óriási segítség, és megerősítés abban, mert hogyne az egyházi embert is elfogja az üresség, a életközépi válság, párkapcsolati konfliktus, bármi, szenvedélybetegség. Ugyanolyan sérülékeny emberek vagyunk, mint mindenki. És én is, ha visszatekintek, egy-egy ilyen nehezebb időszakban, amikor nem éreztem az Isten jelenlétét, vagy más méruram, ahogy te mondtad, Ányos atya, akkor hála Istennek én szolgálatba menekültem. Tehát nekem bajom van, de a gyónó mégis megtisztel a bizalmával, hogy meg akar gyónni nálam, hogy én végezhetem azt a liturgiát, amit 1700 éve végzünk. Hogy a gyerek a hittanra olyan csillogó szeme, Ákos atya, jaj, tehát nem tehetem meg azt, hogy összezúgjam. Valahol az, hogy ilyenkor a szolgálatba menekül az ember, lehet, hogy pszichológiailag nem jó taktika, de Teréz anyának, meg nekem is, meg szerintem sokunknak bevált az, hogy ilyenkor azt kell csinálni, amire ráadtam az életemet, és abban visszakapom azt, amit elvesztettem, vagy elszórtam. Tehát én ezt így éltem meg. Köszönjük. Következő kérdés. Különben kénytelenek lesztek engem hallgatni. Vagy talán reflektálnék egy pillanat, amíg megfogalmazod a kérdést. Én örülök annak, és talán Orsihoz hasonlóan most az asztalnak innenső oldalára reflektálok, amit Ányos atya mondott, hogy ki tudtad, vagy ki merted mondani, azt, hogy vesztettél ebben az esetben. Mondhattad volna azt, lehetett volna egy olyan történet, hogy azt mondod, hogy győztél. Hogy ezt a konok, dacos embert, aki beült oda, legyőzted,
de vannak a szolgálatunknak olyan pillanatai, amikor el kell mondani, hogy vesztettünk, és talán ez teszi a papi hivatást hitelessé, hogy nem akarunk mindig győzni, vagy nem tudunk mindig győzni. És Ákos, amit mondtál, nem tudom, igaz ez a történet, vagy csak úgy olvastam valami ilyesmit, hogy valamelyik pápánál, talán 23. János pápánál egy alkoholista lelkész volt gyónni, és meggyónta az életét, az alkoholizmusát, minden, és akkor utána azt mondta neki a pápa, hogy akkor te most gyóntass meg engem. Tehát a szolgálat, amit mondtál, hogy végezzük a szolgálatot, esendő, bűnös emberként is végezzük, mert az Isten ezt bízza ránk. Úgy láttam, hogy valaki megkapta a sörét, de ott hátul előbb látok egy kérdést. Azt szeretném kérdezni, hogy mi alapján választottatok, vagy kerültetek a felekezetetekbe, ahová most tartoztok? Én belenőttem. Három generációs család, horvát nemzetiségű hívő család, templomba járó, és hogy miért akartam én is belenőni, talán ez is egy kérdés, mert mondhattam volna azt, hogy ez a szüleim vagy nagyszüleim útja volt, és nem az én utam. Én egyfajta normalitást láttam ebben. Tehát az, hogy megy az élet előre, és hogy az életnek van egy bizonyos százaléka, amit le tud fogni az ember, mondjuk max 99, de akkor nagyon bátrak vagyunk, és mindig marad egy, ami kicsúszik, amitől nem kell félni, hanem azt lehet rábízni. És én szüleimnél, és a családi kríziseknél is, mert volt egy-kettő, és talán ez is segít abban, hogy a hitemből úgymond ne térjek ki, hanem hogy benne maradjak. Azt láttam, hogy ez a gondviselés, és ez a bizalom dominál. Persze ez egy nagyon-nagyon nagy harc, mert miközben látjuk, hogy körülöttünk a világ így vagy úgy, de szétesőben van, azért nem az a legfájdalmasabb számunkra, hogyha valahol távol a világ szétesőben van, hanem az a környezet van szétesőben, amiben éppen élünk, vagy akik hozzánk tartoznak, és őket nagyon szeretjük. És hogy ebben a helyzetben is megmaradni. Én egyfajta normalitást láttam, és ebben nagyon szívesen álltam bele, és így belenőttem, és remélem még növök tovább. Nálam az evangélikusság az apai, anyai ágon is adódott, de korán sem természetes, hogy evangélikus maradtam. Ha már Pilinszkit idézted, az ünneppel kapcsolatban mondja, hogy az ünnep megtanít vágyakozni arra, ami a miénk. Most, Timon Vejtől idézi Pilinszki, igen. Megtanít arra vágyakozni, ami a miénk. Most lehet, hogy ez érvényes a felekezeti kapcsolódásra is, hogy én evangélikusként megtanulok vágyakozni arra, ami az evangélikus egyházé. Megszeretni Luthert, megszeretni a reformációt, és közben tisztelni a görög katolikus, római katolikus református, de éppen én ezt a szint képviselem, ami evangélikus, és ennek az értékét próbálom felmutatni a palettán. Én is beleszülettem a görög katolikusságomba, de ahogy Tamás püspök mondta, ez nem egy egyenes út, igaz? Tehát én hiszem azt, hogy mindenkinek meg kell küzdeni azért, amije van. És ahogy Jákob megbirkózott az angyallal, nekünk is mindenkinek meg kell birkózni a sajátjával, és megtalálni azt, hogy én tényleg az szeretnék lenni, és azt akarom továbbvinni, amiben beleszülettem. Tehát sokszor pedig 24-es tiszom. Sokszor irigylem a neofitákat, vagy a felnőtt korban megtérőket, mert ők beleszerettek valamibe, és utána abba beleszervülnek, beleélik magukat. Mi, akik beleszülettünk, és megkaptuk,
nekünk szerintem bizonyos szempontból nehezebb az utunk. Mert ami sokáig egyértelmű, gyerekként, kamaszként elbizonytalanodik az ember is, és könnyen elveszíti, ahogy sokan el is veszítik. És erre céloztam, hogy meg kell küzdenünk a sajátunkért, és nálam is volt egy ilyen folyamat, középiskola végén, amikor én minden akartam lenni, csak pap nem, és ráadásul görögkatolikusnál leghosszabbak a liturgiák, sokat kell énekelni, hideg a templom, tehát nagyon sok minden szólt az ellen, hogy ne legyek pap, de ez olyan, mint a szerelem, tehát hogyha ha jó Isten megfogta a szívedet, akkor kapálózhatsz. Nincs hova, meg nem is szabad, meg akkor átölelt az Isten. Szóval szerintem meg kell érte küzdeni mindenkinek, annak is, akinek még a nagymamája és apáca volt, ugye szokták mondani. Szerintem én is belenőttem, bár nem születésemtől fogva. Én egyébként evangélikus gyülekezetben lettem keresztelve, de aztán gyerekként református közösségben nőttem fel. Nagyjából ilyen másodikos, harmadikos lehettem, amikor elkezdtünk aktívan járni, és azóta így töretlen a reformátusságnak a sikere a szívemben, meg most már így az életemben is, úgyhogy én is így belenőttem kvázi. Bocsánat, én nem tudom, hogy a kérdező hol vagy. Ezt szeretted volna hallani? Mélyebben nem vagy rá kíváncsi? Én lehet? Jó, akkor én tovább vinném ezt a kérdést, hogy de volt olyan pont, amikor értem, hogy beleszületik az ember, ott a család, hozzuk a tradíció, ezt én tökre értem, de az, hogy valaki pap legyen, az egy óriási vállalás. Azt az ember így van egy pillanat, van egy életesemény, vagy az annyira természetes onnantól kezdve, hogy a vallásos életet élek, és akkor egyszer csak ez úgy természetes lesz, hogy ja, hát belőlem pap lesz. Vagy ez hogy működik? Hát természetesnek nem mondanám, vagy hát természetes is. Azért én érettségikor érettségi után jelentkeztem papnevelő intézetbe, így hívták, szemináriumba, és nekem, rólam mindenki azt mondta, hogy ebből a fiúból majd pap lesz, és én ezt nagyon utáltam, ezt a mondatot. Tehát rólam ne mondják azt, hogy én pap leszek, meg ne akarja senki megmondani, hogy én nekem minek kellene lennem, mert egyrészt nem tud érte felelősséget vállalni, nem tudja vállalni azt, hogy én boldog leszek ebben, vagy sem. Viszont ahogy elkezdtem fölmérni azt a így emberi szempontból, hogy mire lennék jó, szívesen tanítanék, tök jó, gyógyítanék is, de bioszkémia, ájjaj, legalábbis a kémia semmiképpen, és hogy az emberekre való nyitottság, és hogy valahol ez az összes fajta irányzat ez ebben a hivatásban, ebben, hogy papság benne volt, és féltem kimondani azt, hogy ezt akarom, meg a reakcióktól féltem, és küzdködtem. És emlékszem, a Győri Bencés gimnáziumban, illetve rendháznak a folyosóján jártam körbe-körbe, bár hát U-alakban lehet csak sétálni, igen. És amikor ki tudtam azt mondani, hogy ebbe az irányba szeretnék lépni, akkor volt egy béke megtapasztalás. És hogy jól vagyok ott, ahol vagyok, ezek alapvetően a döntéseimet elkísérték az életembe. És hogy mondjam, tehát azt a szüleim megértették meg a családom, hogy én pap akarok lenni, ahhoz úgy közel álltam. De hogy el akarok menni szerzetesnek, tehát ez egy sokkal nehezebb döntés volt, vagy megértetés, és nem volt természetes, de 2015. március 2-án a Galileai tenger partján egy a stégen ülve Porzenszky Richard atyával beszélgetve, amikor kimondtam azt, hogy én ezt szeretném, ugye ti is jegyzitek, hogy mikor kértétek meg a kezét, vagy mikor találkoztatok. Amikor azt ki tudtam mondani, akkor én tök nagy békét éreztem magamban,
Másnap reggel megkérdezte Richard atya, na és az úr tudott aludni éjszaka? És mondtam, hogy soha ilyen jól nem aludtam. Nekem édesapám is lelkész volt, és én is eljutottam egyszer arra a pontra, hogy biztos örülni annak, hogy én lelkész lennék, és ezerrel tiltakoztam az ellen. Amikor például emlékszem, olvastam a Bibliát este a íróasztalomnál ülve, ha bejött a szobámba, akkor hirtelen egy talán földrajz atlaszt hirtelen ráhúztam a Bibliára, hogy ne lássa. Mert tudtam, hogy amilyen lelkes ember, ő elkezd majd akkor újongani, egy kisfiam, jaj, de jó, örülök, hogy olvasod a Bibliát, a túrót, ez az én dolgom, ez az én Istennel való személyes találkozásom, és nem akartam ilyen elvárásoknak megfelelni. Kérdezőt látok, kettőt is, de ott kezdünk a sarokban. Orsi, én téged kérdeznélek, mert így kicsit háttérbe szorultál engem, viszont érdekelne, hogy te mikor jöttél rá arra, hogy emberekkel szeretnél foglalkozni, és embereknek szeretnél segíteni. Ugye mögötted nem áll senki, úgymond, mint ahogy itt mindenki mögött és mögöttünk is, úgymond. Illetve, hogy volt-e olyan... De olyan, remélem. Olyan pont az életedben, tehát, hogy egy konkrét esemény, ami ide vezetett, vagy ez egy folyamat volt, ami miatt így döntöttél? Köszönöm. A vacsoránál azt kérdeztem, hogy hogy lesz a fizikusból mentálhigiénés szakember? Köszönöm. Hát az történt, hogy mi örökbe fogadtunk egy gyerkőcöt, és az Insta oldalamon keresztül nagyon sokan megtaláltak, hogy akkor én most segítsek az ő lelki folyamatainak a feldolgozásában. Ez az anyává válás, apává válás, csettint, de most ez nektek nagyon unalmas történet, mert ezt a vacsoránál végighallgattátok. Ugyan, na mindegy. Szóval, hogy kijavítanak, azt mondják, a mást mondok. Szóval, hogy ez az anyává válás egy csettintésre körülbelül ez az örökbefogadás, mert ugye ott nincs 9 hónap, onnantól kezdve, hogy persze várakozik az ember évekig, de erre nem pörög rá, mert nem akar belehűlni, és egyszer csak csörög a telefon, és akkor a telefon csörgéstől számítva 4-6-7 múlva a gyerkőc az beköltözik, hogyha minden oké és minden jól megy a barátkozás alatt. Tehát egy ilyen laza 1-1.5 hónap alatt az ember egyszer csak anyukává válik. És ez egy nagyon kemény folyamat lelkileg, amiről nem sok helyen lehet olvasni, erről nem sok helyen beszélünk, és az én Insta oldalamon nagyon sokan ezzel kapcsolatban megtaláltak, hogy na végre itt van egy hülye, aki ezt felvállalja, hogy ez nehéz, akkor nem vagyok egyedül helikopter, és akkor erről lehet beszélni. És én nem mertem segíteni, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon komoly dolog, az örökbefogadás, nem egy egyszerű baráti beszélgetés, és egyszerűen nem tudtam, hogy kell jól segíteni egy ilyen komoly dologban. És akkor kerestem olyan képzést, ami úgy gondoltam, hogy engem megtanít segíteni, nem több évig tartó terápiában, tehát a pszichológiát ezért elvetettem, hanem olyan egy élethelyzetben, ez most történik, itt most van itt ez a gyerek, ez egy pár hónapos folyamat, ameddig a család átáll arra az állapotára, hogy most a két emberből hopp egy család lettünk, és arra a mentál higiéné tökéletes volt, úgyhogy ezért. Amúgy nagyon élvezem ezt a beszélgetést, lehet, hogy most nagyon sokat hallgatok, de borzasztóan élvezem hallgatni az urakat, úgyhogy de köszönöm. Ha nincs reakció, akkor ott hátul látok egy kezet közvetlen a kamera mellett, két nagy totál mellett. Sziasztok! Én Orsitól szeretnék kérdezni, hogy számodra, illetve annak a környezetnek, akik közt így mozogsz, akiknek tartalmat gyártasz, vagy esetleg akiknek segítesz, szerinted mi okoz a legnagyobb nehézséget az egyházhoz való kapcsolódásban?
és esetleg hogyan lehetne szerinted ezen javítani? Köszönöm, ez egy tök jó kérdés. Nem véletlenül kérdeztem azt, hogy miért szégyelnek az emberek a vallásukról, vagy egyszerűen az életüknek erről a nagyon fontos oldaláról beszélni. Én amikor bekerültem a mentálhigiénés képzésre, nagyon... ugye ott van vagy 120 ember az évfolyamon, egy évfolyamon, és de ilyen kis csoportokra vannak osztva a nagy csoport, a nagy évfolyam, és ilyen 15 ember két évig egy emberként lélegzik, ezt körülbelül így kell elképzelni ezt a képzést, és először beültem, mert mindjárt kiderül, hogy miért mesélek erről, beültem először az első ilyen csoport foglalkozásra, 15 ember, és a 15-ből körülbelül 13 elmondta, hogy a bemutatkozó körben, tehát az első mondat, amit elmond magáról, és belefoglalt azt, hogy ő mennyire hisz Istenbe. És én ott így ültem. És így néztem körbe, hogy itt mi történt. Nem értettem, mert hogy én nem vallásos közegben mozgok, és egyszerűen nem találkozom vallásos emberekkel. Mert nem jön, de nem azért megkerülöm őket, most nem, hogy félreértsetek, hanem egyszerűen nem jönnek szembe. De nagyon fura. Tehát, hogy nem válogatok ez alapján barátokat, nem, egyszerűen így alakul az élet. És én úgy gondolom, hogy nagyon sok nem vallásos emberrel is valahogy így alakul az élet. És nekem a mentálképzés volt az, ahol tényleg az a 14 ember, akikkel én együtt voltam, egy olyan folyamaton mentünk keresztül, és itt az önismeretre gondolok, meg a pszichodrámára, meg különböző csoportfoglalkozásokra, hogy többet tudnak róla, mint a saját családom, és ez így van jól. Mert az önismereti munka az ilyen, tehát ez nem viccelek, tehát hogy az ilyen önismereti csoportokban nyilván az emberről olyan dolgok is kiderülnek, ami otthon soha nem jönne fel. És abban az első pillanatban, amikor így tudatosod bennem, hogy úristen, most itt ül velem legalább 13 nagyon vallásos ember, mit fognak ezek szólni rólam? Ott én voltam az outsider. Hát, hogy én nem járok templomba. Van egy hitem, de az, hogy is fogalmaztál a vacsora alatt, hogy sajátosan kezelem a maga módján vallásos, azt mondja. Maga módján vallásos, de hogy igen, tehát az én életemnek nem egy szerves része, és ott én voltam az outsider, és na mindegy, a lényeg az, hogy ez a két év engem arra tanított meg, hogy semmit nem számít. Tehát, hogy az égvilágon semmit nem számít az, hogy ők járnak templomba, stb. Én pedig nem. Szünetben ugyanúgy hatalmasakat röhögtünk, szóval elképesztő csodálatos emberek, és hogy lehetne ezt közelebb hozni, hát a kapcsolódás által. És nem tudom, hogy ezek az eseményeke azok, a mentálképzés, azt tudom, hogy az a kapcsolódás, ahol ez létrejöhet nagyon mélyen, és ott megdőlnek ezek a falak, tehát eltűnnek ezek a falak, amit azelőtt én is éreztem, mert nem tudtam, tényleg nem tudtam, hogy egyszerűen van-e köztünk különbség, másképp látjuk-e a világ, és nem, de ez a nagy felismerés, hogy nem. De valószínűleg mi nem annyira vallásos emberek is, ezt nem így gondoljuk. És hát igen, az ilyen eseményekkel, csak nem tudom, hogy az ilyen típusú események elérnek-e olyan emberekhez, akikkel kapcsolódni kellene, és nekik megmutatni ezt. Kérdezőt látok hátul. Nagyon mozgat ez a nem akarok beleszólni, szólj be a papnak dolog, és az lenne a kérdésem, hogyha lelkészek, papok, beszólhatnátok a saját egyházatoknak, akkor mit szólnátok be neki? Ami egy kicsit talán közelebb vinné az egyházakat ahhoz, hogy az emberek számára is elérhető, és találkozási pont, kapcsolódási pont legyen. Ez nagyon jó kérdés, mert azt hiszem, hogy valamennyien próbálkozunk ezzel, hogy vannak ránk bízott emberek ebben az egyházban, akikért felelősek vagyunk, akikre odafigyelünk, akikre szeretnénk hatni, és nem minden megy úgy, ahogyan szeretnénk, hogy történjen. Tehát néha valóban szeretnénk beszólni. Volt olyan pillanat, komolyan mondom, amikor az volt bennem, hogy
a fene egye meg, ki ennek az egyháznak a püspöke, szóvá kéne tenni, hogy mi történik ebben az egyházban, hoppá, én vagyok az. Szóval, de komolyan mondom, ez egy nagy felelősség, hogy a vezetői pozícióval, vagy vezetői megbízással hogyan tudunk élni, hogyan tudjuk megvalósítani azt, amit szeretnénk, és lehetőleg persze nem beszólás szintén, hanem az emberekre való hatás szintjén, hogy hogyan tudunk úgy élni, vagy úgy cselekedni, vagy úgy beszélni, hogy azzal meg tudjuk győzni az embereket. Nem mindig sikerül. Tehát a Magyarországi Evangélikus Egyház sem mindenben olyan, amilyennek én megálmodom, de lehet, hogy nem is mindenben kell olyannak lennie, de ez valószínűleg egy állandó vizsga, hogy hogyan tudom a meggyőzően képviselni a véleményemet. Bocsánat, annyi, hogy az is érdekel, hogy Orsi mit szólna be az egyházaknak, ha van ilyen. Szerintem a nulladik dolog, amire föl kellene magunknak hívni a figyelmünket, vagy valakinek megengedni, hogy fölhívja a figyelmünket erre, hogy ne sértődjek meg azon, ha beszóltak. Tehát se kívülről, se belülről. Tehát, hogy valahol ezt kellene szerintem, hanem hogy értékelni, hogy miért mondja azt a másik, amit mond. Tehát, hogy le akar alázni, gyalázni, vagy pedig segítő szándékkal a jobb megértés céljából fogalmaz meg egy beszólást, ami most így övön allulinak is érezhető. Amúgy pedig második vatikáni zsinatom, és ez a szép fogalom nem hangzott el, hogyha jól emlékszem ezen az estén. A katolikus egyházat arra hívta, hogy a Szentírás is az egyházatják, a patrisztika korának is a fényében újuljon meg. És a nagyon konzervatívnak titulált 16. Benedek pápa, akiről sok rosszat is lehet olvasni, pedig szerintem ő annál sokkal jobb. Ő azt írja egy ókori szentről, egy püspökről, aki a püspöki hivatalnak a védelmezője, vagy a püspöki szolgálatnak, mint egység szimbólumnak tehát ezt az egység misztikát dolgozza fel, hogy valójában szintézisre kell törekedni az egyháznak. Egyrésztről az, hogy a püspök összefog, egységbe fogja és szimbolizálja a mi összetartozásunkat, másrésztről szintézis, azaz egyrésztről közvetíti a szentírási, krisztusi tanítást, másrésztről pedig meghallgatja a híveket, és ebből születik meg a hétköznapoknak a modus vivendie, az életmódja, úgy, hogy nem változtatjuk meg azt, amire nem szeleteljük föl Krisztust, és nem mondjuk azt, hogy na hát ezt nem tudom élni, akkor ezt nem tartom belőle. Tehát, hogy ezt a fajta egységet, amit szimbolizálnak a püspökatyák, szerintem mindegyik felekezetben, így a katolikus egyházban is, ezt is egyfajta ilyen szintézisként kellene fölfogni, és ha ezért beszólnak belül vagy kívül, akkor nem kell megsértődni, mert már Antiochiai Szent Ignácnál ez le van írva. Amúgy nálunk bencéseknél így, és akkor visszatérnék a Szent Benedek regulájához, tehát az apát, a közösségnek a vezetője, a mi esetünkben Tihanyban egyelőre csak perjel, arra van meghívva, hogy a hierarchia és a demokrácia kereszteződésében álljon meg. Tehát egyrészt, hogy ő a közösség összetartó ereje, vagy a szimbóluma, és amit mond, azt teljesíteni kell. De azt is mondja Benedek, hogy hallgassák meg a legfiatalabbat is, ne csak a matuzsálemeket, mert lehet, hogy az Úr a legfiatalabbnak nyilatkoztatta ki azt, amire hívja a közösséget. Én nem demokratizálni akarom az katolikus egyházat, félreértés ne essék, de a meghallgatásra arra igen. Szerintem nagyon-nagyon fontos lenne az, hogyha az egyházban megtanulnák becsülni és tisztelni egymást az emberek. Mert ha belegondoltok és elképzeltek, nem tudom, mennyire vagytok benne az egyházba, képzeljétek el egy céget.
hogy egy cégen belül dolgoztok, és akkor hát milyen jó lenne már, hogyha ha tök jóban lenne a cégnek minden munkatársa egymással, hát így lenne a legjobb ott dolgozni. Na, egy ugyanilyet képzelek el az egyházra is, hogy ha a másik lelkészre nézek, legyen az akár hierarchiában felettem álló, akár csak a szomszéd város lelkésze, akkor egy olyan embert lássak benne, aki a segítségemre lehet, és akinek én a segítségére lehetek, és ne egy olyat, aki esetleg a konkurensem, vagy akinek esetleg alá tudok ásni, hogy nehogy már az ő gyülekezete jobban fejlődjön, vagy jobban működjön, mint az enyém. Úgyhogy én talán ezt emelném ki leginkább, hogy úgy tekintsünk egymásra, mint egy cégen belül dolgozó emberekre, ha már tulajdonképpen egy cégen belül dolgozunk. Amikor teológia után elkezdtem így a pasztorális munkát, akkor egy nagyon pici borsodi faluba kerültem, a Rakaca partjára, egy 600 fős kisfalu, vele cigányember volt, és nagyon szegény volt ez a falu, ma sincs másképp. És érdekes, hogy ennek a falunak a legszegényebb része az egy domb volt rajta Árpád-kori református templommal, de a dombot úgy hívták, hogy rózsadomb. És 20 pár évvel később ide kerültem a második kerületbe, parókusnak, és itt is van egy rózsadomb, ami ugye nem a legszegényebb része a városnak, de higgyétek el nekem, hogy ott könnyebb volt. Ott más, nem csak más, de könnyebb is volt a munkám, sokkal nehezebb egy ilyen rózsadomb lábánál dolgozni. Nem azért, mert rossz emberek laknának itt, csak nagyon komoly lelki terheket visznek, és nagyon bonyolult az élet. Itt tanultam meg, hogy a boldogság nem a anyagi státusztól függ. Ezt csak azért mondtam el, mert a kérdésre szeretnék visszatérni. Tehát én azt hiszem, hogy a mi egyházunk, és itt most a keresztény vallásra gondolok, tehát minden felekezetre, mi nagyon el vagyunk maradva, és nem találtuk meg a választ arra, hogy Krisztus mit tud adni egy jólétben élő embernek, vagy viszonylagos jólétben élő embernek. Tehát a háború után, ugye Nyugat-Európában kialakult a jóléti társadalom, Észak-Európában is szociális háló, és az emberek elhagyták az egyházat, elhagyták az Úristent. És mi is ebbe az irányba haladunk, ha tetszik, ha nem. Valahol azt érzem nagy hiányosságunknak minden felekezetre gondolva, sajátomra is, hogy mi miért nem tudunk Krisztus üzenetét úgy átadni olyan embereknek, akiknek nincsen megélhetési problémájuk, vagy viszonylagos anyagi biztonságban élnek. Szerintem ezzel nagyon nagy gondban vagyunk. Ilyenkor vigasztalom egy kicsit magamat azzal, hogy hát Jézusról is lepattant a gazdag ifjú. Igaz? Ő is, Jézusnak ez egy kudarcos találkozása volt, ugye nem blaszfémia ilyet mondani, mert az ifjú elment. Tehát miért van az, hogy Krisztus nem kell annak, akinek megvan a magáé? Akinek nem kell a mindennapi kenyérért imádkozni. Én azt érzem, hogy mi keresztények ebben nagyon rosszul állunk, és nagyon vesztésre állunk, és én nem látom egyik felekezetnél sem azt, hogy erre tudna valós választ adni. Ez engem nagyon érdekel, mert nagyon nagy gondnak tartom. Azt hiszem, Orsi volt a célszemély. Az a nem akarok beleszólni oldalóta tudjuk, hogy nem érdemes beszólni, mert az égvilágon semmi hatás, és hát nem azóta tudjuk, az az oldal kihangosítja ezt, hogy hiába szólok be, az pont az ellenkezőjét fogja elérni, tehát hogy így csak ellenállásba ütközök, úgyhogy én nem beszólnék, hanem ez, hogy de jó lenne, ha. És az a... most őszinte leszek. Az, amit itt érzékelek a beszélgető társaim részéről, az az alázat, meg az őszintesség. Az, hogy kimondom azt, hogy vesztettem, megingott a hitem, meg hogy csak akkor tudok jól prédikálni, hogyha átérzem, amit én mondani akarok, és ez annyira sok mindenre igaz amúgy, a segítő szakmára is például, hogy csak akkor tudok segíteni, hogyha én 100%-osan átérzem azt, hogy a másik miben van, akkor is, ha én nekem gőzöm nincs, hogy milyen lehet az a borzasztó helyzet, de átérezni átérezhetem, ugye ezt hívjuk empátiának, és ezt gyakorolhatom. Szóval, hogy
ez az őszintesség és ez az alázat, amit ezeken az egyházi embereken látok, hogyha ezt láthatnám, vagy ezt érezhetnénk a teljes egyházon, és bármilyen felekezet esetében, én azt gondolom, hogy az mennyire jó lenne, de hogy ott van az a büszkeség, amit én nem vallásosként érzek. Van egy ilyen büszkeség ebben a sztoriban, és az rögtön falakat emel, és ez az esendőség, ezt most nekem annyira jó megtapasztalni, és én ezért most nagyon hálás vagyok. Azért élvezem ezt a beszélgetést nagyon. Utolsó kérdések egyikét tegyétek föl. Ott egy kérdező. Itt egy tőlem picit hosszabb ideje fiatal úr. Én helyettesítek 3-20 évest. Bocs, hazudtam. 3 és felett. A kérdésem nekem az lenne, hogy Churchillnek van egy nagy mondása, hogy beszélgess el 3-4 percet a választóiddal, és rögtön megutálod a demokráciát. Önök, ha beszélgetnek a hívőkkel, nem kerülnek hasonló lelkiállapotba, hogy szívesen beszólnának nekik? Vagy, tehát milyen különleges, az Isten hit számomra egyszerűbb dolog, tehát az én gyengeségem, mintsem, hogy megálljam azt, hogy esetleg a hívőkkel, illetve hogy a hívőknek ne szóljak be keményen néha. Köszönöm. Szódát vagy limonádét? Fordítanék, ha már ilyen fiatalok vagyunk. A 70-es években volt egy rendtársunk, Győrött, aki úgy megszokta dicsérni a rendtársait, és az egyik mondta a másiknak, hogy te, Lacikám, a te dicséreted felér két becsület sérteléssel. És ebben mi bencések nagyon jók vagyunk, azt hiszem, hogy úgy próbáljuk megmondani a hozzánk közel állóknak olyan kedvesen a dolgot, hogy hát te is tudsz nagyon keményen ragadni és találni. Én nem bebeszólni szeretnék a híveknek elsősorban, hanem megérteni azt, hogy miért úgy van, ahogy van, és valahogy szokták, van itt kolléga, a Tihanyi Bence és a bácsákból szokták mondani, hogy Ányos olyan kellemesen tudott te elmondani az embereknek, hogy hogyan kellene irányba állni. Tehát, hogy én alapvetően, tehát amikor a Szólj be a papnak mondatot először láttam életemben, akkor úgy húzódoztam, hogy nem az én stílusom. De hogy mégis az, csak a módja, a kedvessége, tehát hogyha egy kedves módon az ember visszajelez, arra sokkal jobban rákapcsolódnak. Tehát ezt viszont gyakorlom. Amikor a püspöki székfoglalomat tartottam 2006-ban, akkor egy olyan fogalmat használtam, hogy beszélgető egyház, ecclesia colloquens. És ezt nagyon komolyan gondoltam, mert úgy éreztem, hogy hiányzott az elmúlt vagy a korábbi évtizedekben ez a beszélgetés lehetősége. Túlságosan instrukciókat akartak adni az egyházvezetők, és nem annyira hallgatták meg a híveket. Persze, hogy ez sok kudarccal is jár, meg sok türelmet is igényel, de mégiscsak megpróbálunk beszélgetni a hívekkel. És itt a katolikus egyházban is, amit mondtál, Ányos atya, hogy a bencés regulában a legkisebb meghallgatása kötelezettség. És ez nagyon szép példa. Vagy most zajlik a katolikus egyházban a szinodális folyamat, hogy megkérdezni minden egyházmegyében a híveket, hogy mi a véleményük a különböző kérdésekről. Ebből mi protestánsok is nagyon sokat tanulhatunk. Tehát jó ez a beszélgetés, még hogyha időigényes is. Ugye Churchill állítólag azt is mondta, hogy a demokrácia nem jó, de nem találta ki jobbat. Tehát ugyanígy érvényes ez, hogy sokszor bosszankodunk, hogy lassan mennek a folyamatok, de azt hiszem, hogy ez a türelem, ez hozzátartozik a szolgálatunkhoz. Nekem van egy mesterem, a Sekrestyés bácsi, aki még a kérdezőnél is idősebb, de halatlan nagy élettapasztalata van, világéletében vezető pozícióban dolgozott a legnagyobb magyar állami cégnél, és látta itt az elején, hogy én ilyen finoman, ilyen kegyesen
kommunikálok a hívekkel a sekrestyében, és akkor egy idő után azt mondta, pedig nem egy ilyen odacsapós bácsi, hogy atya, neked nem az a cél, hogy szeressenek, hanem hogy tiszteljenek. Tudom, hogy ezen lehetne vitatkozni, de abban a helyzetben azt hiszem neki nagyon igaza volt, mert csak azt tudom szeretni, akit tisztelek. Ha nem tisztelem, nem fogom tudni megszeretni. Tehát a tisztelet azt hiszem, hogy az első lépcsőfoka a szeretetnek, hogy eljussak oda. És szerintem nagyon igaza volt abban, hogy nekem nem az az elsődleges cél, hogy érzelmileg megszeressen, hanem az, hogy én pásztora legyek. Mert én nekem nem baráttá, nem lelki társá kell válni, hanem alapvetően ő neki papra van szüksége. És a pap annak képzelbeli pásztorbotja van, a pásztorbot pedig nem simogatásra van, nem feltétlenül verésre, arra, hogy megvédje a nyájat, és hogy terelgesse. Tehát én azért mondom, hogy mesterem, mert igenis azt gondolom, hogy igaza van azért, mert nekünk néha nem szimpatikus módon, de igenis jelezni kell, hogy bűn, nem bűn. Jó, nem jó. Mert ha ezt föladjuk, akkor langyosak leszünk, az pedig az Úristen kiköpi. Tehát nem a szimpátiát kell megnyerni, hanem jó pásztornak lenni. Ami nem mindig népszerű, és nem mindig lájkolós műfaj. Én így gondolom. Szerintem nagyon-nagyon sokat lehet tanulni gyülekezeti tagoktól. Nekem sokkal több olyan élményem van, hogy nagyon sokat épültem általuk, akár gyerekek által is gyerektáborokban. Nagyon szeretek közöttük lenni. Nagyon sokat lehet tanulni, és kevesebbszer érzem azt, hogy debeszólnék valakinek, aki mondjuk a gyülekezetemben van. Persze vannak olyanok, akiket úgy nehezebb elviselni, nehezebb hosszú távon beszélgetni velük. Hát most legyünk reálisak, ilyenek vannak. Ezeknél meg az jut mindig eszembe, hogy amit Jézus is mond, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvos, hanem a betegeknek. Nem gondolom magamat orvosnak, csak eszköze vagyok Jézusnak, az orvosnak, de az orvosnak sem az a feladata, hogy kinevesse azt, aki oda megy hozzá egy kéztöréssel, hanem az, hogy begipszelje, megállássa. És így nekem sem az a feladatom, hogy meneküljek a nehéz esetek elől, vagy beszóljak nekik, hanem hogy segítsek nekik abban, hogy talán ne legyenek ennyire nehéz esetek, vagy ha ilyen nehéz esetek is maradnak, legalább Krisztust a lehető legjobban megismerjék. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdések egyike elhangzott, viszont most nem fogunk már következő kérdésekre ráfordulni, bármennyire lehet is engem ezért utálni, vállalom. Köszönöm szépen az aktív együttműködéseteket, és köszönöm szépen válaszadóinknak, Maklári Ákos atyának, Fabinyi Tamás Püspök úrnak, Török Lacinak, Tapasztó Orsinak és Ányos atyának, hogy itt voltatok ma velünk, ránk szántátok az időtöket, és a válaszaitokat megosztottátok velünk. Az este kötött része most lezárul, és elindul az este kötetlen része. Ha szeretnétek legközelebb is beszólni, vagy részt venni egy ilyen alkalmon, akkor február 6-án érdemes eljönni a Grund nevű helyre, ahol a teremtett világunk védelmével kapcsolatban, vagy az ezzel kapcsolatos felelősségünkről fogunk beszélgetni. Az este nem felszentelt vendége Litkai Gergely lesz, és ő az ő véleményét is meg lehet majd erről a kérdésről hallgatni. Várunk szeretettel benneteket ott is.